is meg szeretnéd vásárolni, akkor leírásban ott van a link, vásárold meg, mert nézd meg, milyen jó néz ki. Szépen napot kívánok mindenkinek, sziasztus kacok, az én nevem Bere Martin, azaz Nudles. Ismételten elérkeztünk egy beharangozó videóhoz, ugyanis ezen a hétvégén is lesz országos döntő. Csak most kivételesen egy, nem kettő. Rundbirkózás országos döntő. Fiatal srácokkal és fiatal lányokkal. Konkrétan egy és kettő korcsoportos fiúkkal és lányokkal. Országos döntőnek a helyszíne Budapest, kacok, Budapest! Az ország fővárosa, Budapesten belül Pest Erzsébet, Krúj Iván sportcsarnok. Az a helyzet, kacuk, hogy én itt nem veszek kelet, úgyhogy nem bírok majd nektek videózni, nem bírok megörökíteni. Ciki. A versenyidőpontja február 23-a és 24-e, szombat és vasárnap, külön fognak versenyezni az egy és a kettő korcsoportos fiúk és lányok, és az eredményhirdetés is külön lesz az egyik nap, illetve a másik nap. 16:30-ra, azaz fél ötre várható az eredményhirdetés, úgyhogy gyere! Még a grundbirkózásról néhány szót szólnék. A grundbirkózásnak az a célja, hogy a versenyző az ellenfelét felemelje a talajról, vagy a körből kitolja. Egy ilyen akció, azaz birkózó idő 2 perc egészen pontosan, és 3,5 méter átmérőjű körben zajlik birkózó szőnyegen. Itt valamiért nincs szőnyeg, lol. Ha az eredményekre lesztek kíváncsiak, akkor azt a doeredmények.hu weboldalon megtaláljátok, link a leírásban. A fényképeket minden este feltöltjük a Diákolimpiának a csoportjába, úgyhogy győződj meg róla, hogy csatlakoztál te is a csoporthoz, csatlakozz a csoporthoz. Okay. Ennyi szántam volna ebben a mai videóban, ne felejtsétek el bekövetni a Diákolimpiának a Facebook, Instagram, valamint YouTube csatornáját, iratkozzatok fel mindenféleképpen, mert jönnek az új cuccok. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, és mindannyiótoknak nagyon sok sikert kívánok, skacok. Legyetek ügyesek, fiúk és lányok, csak keményen.